Szép jó hajnalt mindenkinek, Torin vagyok, ez pedig a Warhammer 40.000 Gladius Relics of War folytatása. Egyszerű és rövid címe van. Még egy egység készül, még egy területet szerzünk. Az nagyjából jó. Hát meglátjuk, itt mi lesz, ő gyógyult. Ha! Békén hagyták az egységeimet. Te így gyógyulj! Vadi új egységünk. Romboljon éjszaknak. De nem feltétlenül ez a legjobb lépés, amit tehetünk, de előrébb visz egy picit. Elvileg azt hiszem. Még egy Space Marine készüljön, még belefér a korlátba. Influence-be kerülnek az egységek, területek, mindenek. De gyere, nincs olyan terület, ahova új épületet tudnánk kirakni. Production, Influence, Loyalty, az mondjuk egy jó csomag, bár nulla energia, úgyhogy először egy energiatermelő kell. És utána egy lakossághely. Azt hiszem van. Itt a dormitori, igen. Semmit nem fog adni azon kívül, hogy elnyel két energiát. Hát ez van. No. Remek hír, épületeink épp hogy csak fejlődgethetnek. Necrontrom tomb az nem érdekel, de ezt szeretném megszerezni. Igazából ezt nem tudom mit is, talán föl kéne lapátolni. Hasznos lenne. Remek. Szereztünk itt területeket. Na hát ez kérdés nélkül, hogy itt egy ilyen épület két kör múlva lesz újabb lakosság, és utána meg nyilván a lakosság növesztő épület kell. Imperial Ruin. Pontosan mit ad, mit nem ad. Plusz 10% Requisition, de elvisz egy helyet.
Hát igen, érdekes kérdés lenne, hát majd meglátjuk. No, ismét jön a támadás. Ismét jön. Csak a belépésért kapott egy szép pofont. Ezért ha így visszaad egy ilyen komolyat. Annak nincs értelme. Oké. Jön a másik egység, akkor majd együtt talán tudunk valamit értelmesen bűvészkedni. Hát ez baromi erős. Mindegy, majd ez a anti-armor sumo, ez majd a következő körben talán hasznos lesz. Most még nem. Most még sajnos nem elég. Köv-körben meg lerakhatunk még egy erődöt. Valószínűleg egyébként lefogunk. Ne kell. Upszi! Na hát bajban vagyunk. 9 vagy 6. Kicsit több, de mondjuk sokat nem segítettünk. Hát nem örülünk, nem örülünk helyzetünknek. Oké. Oda egy normál területet szerez. Használható területet. Viszont le tudunk csuppantani egy erődöt. Egyre drágább. Plusz 20% sebzés. Szóval a köv-körbe kirakjuk ezt az erősítést. Most már muszáj lesz. Talán nem ölnek meg egy szövetséget. Talán nem. Mondjuk egyre nem fogok aktiválni.
Nem 10 körre tart, miért ne? Jó, hogy nem akarok mellésebzést. Tan-tan-tan-tan. Lássuk. Wuhu! Érezte kijutni? Jó, logikus, én is azt tenném. Plusz XP-ket kaptak, amitől szintet léptek. Remélem ez lesz. Full gyógyulást kaptak a szintlépésre, indokolatlanul. Krótot átrendeztük, de nem örülünk, mert ezek szerint továbbra is sehol nem állunk. 3 kör múlva jön a meli, akkor arra gyűrünk. Ezt megvárjuk. Hát nem tudunk más csinálni. Ebbe az eszelős háborúba küldjük a katonákat, mert szerencsétlen robotot nem tudom legyűrni. Most közben ezek lazán szinteket lépegetnek. Talán most már vagy visszavonul, vagy valami. Ó, hát persze, hogy van még itt valami, ami jön. További károkat okozva. Burn the heretic. Kutatás. Fortress expansion, mondjuk.
Mondjuk pusztítsuk el. Ja, hogy ez majd kövkörbe. Csak hogy aktív. Mert a fregett valamikor már használta. Oh yeah! Na, energia. Legalább most már pozitív a energiatermelésünk. Nagyobb részt elvonulnak. Legyél boldog. Néhányan közelednek. Hány ilyen robot van még vaga? Végtelen robothordák érkeznek, vagy mi van? Gyere föl először te. Begyűjtje. Nem állunk jól. Újra és újra ugyanazt a lépéseket tesszük. Ahelyett, hogy előrébb jutnánk valahogy is. Damage 1-8. Damage 1-5. 8. Annak is adja a bónuszt. Annak is adja, az fincsi akkor. Adja bizony. Lassan. Nagyon-nagyon lassan. Hú. Kéne újabb ilyen influence bónusz. Minden kéne. Gondolom most visszajön. Horda. Itt jobban állunk, ezek, ez felnőtt, ez gyógyulgat. Jó, két ilyet megveszünk, aztán nem tudom, mi lesz belőle. Nagyon messze van.